kézi szerszámainkat, illetve a kerti gépeinknek az élettartamát jelentősen megnövelhetjük, hogyha ősz végén, tél elején rendbe tesszük őket, az olajszintet megnézzük, kitakarítjuk őket, leápoljuk őket, és itt tesszük el őket a kamrán vagy a pincébe. Milyen feladatokra kell odafigyelni a szerszámok, és milyen feladatokra kell odafigyelni a gépeink esetében? Hát, hogyha befejeztük az egész éves munkát a kerti szerszámainkkal, a gépénkkel, akkor érdemes előtte letakarítani, lemosni például a lapátot, szárazon elrakni, hogyha lakkozott a nyel, akkor nagyon fontos, de ha fém a nyel, akkor megint. Az egyszerű kerti szerszámokat, ilyen lapát, ásó, gerebje, azoknak elég egy mosás, hogy ne legyen rajta sár, egyéb szennyeződés. Esetleg a fém részeket egy olajos rongyal át lehet törölni a rozsda ellen, de a legfontosabb az, hogy száraz helyre eltegyük, ne érjen nedvesség. Metszólónál ott pedig érdemes mindenféleképpen letakarítani, esetleg szét is szedhetjük, és hogy érintkeznek, ezeket is meg lehet tisztítani, beolajozni, és akkor úgy elrakni őket. Akkor beszéljünk arról, hogy akinek kis rotációs kapája van, gépi sövénynyírója, illetve hát ami szinte majdnem minden kertben van, vagy egy benzines fűnyíró, vagy pedig egy elektromos fűnyíró, velük mi a teendő? Ha kerti gépünk van, azért az egy komolyabb ápolást igényel, hogyha szeretnénk megőrizni, meg hogy minél tovább akarjuk használni. Hát ott is az egyik legfontosabb, hogy le kell mosni a fűnyírónál ezeket a fűnyesedékeket, alulról szépen el kell távolítani, az egész gépet kívülről lemosni, ezt is akár, hogyha nem alumínium házas, akkor egy olajos rongyal át lehet törölni, az nagyon sokat segít a rostásodás ellen. De ennél már meg lehet nézni egy olaj szintet, ki is lehet cserélni, mert tavasszal általában az van, hogy fogjuk, elindítjuk, és akkor vágunk fel, akkor már nincs rá idő. Tehát érdemes egy olajcserét elvégezni rajta, a levegőszűrőjét kitakarítani, de ez nem csak egy fűnyíró, nem mindegyik gépnél, amilyen gépünk van. Esetleg, hogyha komolyabb tűgörgős vagy más csapágyazás van a keréknél, azokat is be lehet olajozni, mivel egész télen nincs használva, azon keletkezik egy finom rozsdaréteg, azzal hogyha a tavasszal elkezdjük használni, kopik, csapágy hamarabb tönkre megy benne, tehát ezeket így érdemes megcsinálni. De egy ilyen karbantartás ősszel azért egy napos munkát igénybe vesz, de érdemes megcsinálni.